Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar, mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sziszi podcast magyarul tanulóknak. A mai epizódban 5 plusz 1 fájdalmas igazságról fogok beszélni a nyelvtanulással kapcsolatban. Dolgokról, amiket nehéz beismerni és elfogadni. Majd írd meg a kommentekben, hogy mit gondolsz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel értesz egyet és mivel nem. Illetve nagyon jó gyakorlás, ha magyarul írsz kommentet. És hát ezért vagyunk itt, hogy magyarul beszélgessünk érdekes témákról. Na, kezdjük is! This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/hungarianwithcici. Az első fájdalmas igazság sokkal jobban hangzik angolul, no pain, no gain. A magyar verzió az, hogy nincs fájdalom, nincs nyeresség, legalábbis ezt találtam az interneten. Ha fejlődni szeretnél, akkor meg kell erőltetni magad. Lombkató is azt írta az Így tanulok nyelveket című könyvében, hogy enyhe fejtörés nélkül nincs nyelvtanulás. Sokszor kényelmetlen lesz, lassan fog menni, és türelmesnek kell lenned. Nehéz lesz, de úgy nem lehet elérni semmit, ha nem fáj egy kicsit. Ez szarul hangzik, de van az a jófajta fájdalom, ami tudod, hogy előre visz. Mint például az edzés is ilyen, hogy eddig 10 kilós súlyzóval edzettél, akkor kicsit fájni fog, ha ma először 15 kilós súllyal fogsz edzeni, de így fogsz fejlődni. Amikor magyarul tanulsz, akkor az agyadat kell egy kicsit megerőltetni. Sokszor komoly koncentráció és szellemi munka összerakni egy mondatot, anyanyelviekkel beszélni, figyelni és megérteni, hogy mit mondanak, új szavakat tanulni, egy kicsit nehezebb szöveget olvasni. Ha szeretsz nyelveket tanulni, akkor ezek mind nagyon izgalmas és érdekes dolgok, amiket szívesen csinálsz, de nem mindig kényelmes. És ez normális. Ezért szereti sok ember a Duolingót, mert ott nem kell gondolkozni. És gondolkozni fárasztó. A Duolingo nem gondolkozásra tanít, hanem memorizálásra. Én is használtam még nagyon régen spanyol tanulásra. Kipróbáltam pár hónapig, és kb. Csukott szemmel is meg tudtam csinálni már egy idő után. Soha nem kell magadtól összerakni egy egész mondatot, csak egy szót kell beilleszteni. Akkor is meg tudod csinálni, ha nem érted igazából, és nem gondolkozol rajta. A Duolingo is hasonló, mint amikor edukációs kontentet nézel social médián. Olyan érzés, hogy ma is csináltál valamit, milyen hasznosan töltötted az idődet, milyen sokat tanultál, és utána a gyakorlatban semmi, de semmi nem változik az életedben, mert ahhoz tényleg tenni is kell valamit, nem csak a telefont nyomkodni. A második fájdalmas igazság az, hogy az egyetlen kulcs a sikerhez az éveken át tartó folyamatos tanulás. Ez van. Csinálni kell. Máshogy nem fog menni. Sok ember pár héttől vagy hónaptól várja a csodát, aztán feladja, amikor nem történik nagy változás. Pedig ha rendszeresen csinálsz valamit hetekig vagy hónapokig, akkor biztos, hogy van valami változás, csak valószínűleg sokkal kisebb, mint szeretted volna. De ha a nyelvtanulásról van szó, akkor években kell gondolkozni. Minden kurzus hazugság, ami azt ígéri, hogy 3 hónap alatt B1-es szinten leszel a nulláról. Tudom, hogy reménykedsz, hogy biztos van valami, ami majd gyorsabb lesz, de nincs semmi titok. Tanulni kell minden nap, éveken keresztül, és egyre jobban fog menni. Ennyi a nagy titok. Tényleg az az egyetlen kérdés, hogy mennyire fontos neked a magyar tanulás. Nyilván nem lehet mindig minden prioritás az életedben, de például időszakosan változhatnak a prioritások. Eldöntheted, hogy most 2 hónapig első helyen lesz, aztán ha nehéz időszak jön a munkában, akkor lehet az 5. helyen a magyar. És utána lehet megint a 2. helyen. Felnőttek vagyunk, van mindenkinek munkája, családja, de ha fontos neked, és tényleg meg akarsz tanulni magyarul, akkor biztos, hogy ki tudsz alakítani egy rendszert, ami működik. Nem mindig lesz kedved, de ha már elkezdted, akkor biztos, hogy jó lesz, és nem fogod megbánni.
az edzés és a sétálás is ilyen nekem. Van egy célom, tudom, hogy mit akarok elérni, és tudom, hogy nem fog menni, ha nem sétálok minden nap, és nem edzek minden héten. Mindig van kedvem csinálni? Dehogy van. Szeretnék egészségesebb lenni? Igen. Akkor csinálni kell. Nem kell gondolkozni, hogy mihez van kedvem, meg mihez nincs. Csinálni kell. Ezt a motiváció dolgot is el kell engedni szerintem. Mindig hallom diákoktól, hogy nincs motivációm, meg nincs kedvem tanulni. Hát nem lesz mindig. Van célod? Tudod, hogy miért tanulsz? Hogy mit szeretnél elérni? Van előtted egy kép, hogy nem tudom, ülsz egy romkocsmában a magyar barátaiddal, és része vagy a beszélgetésnek, és együtt tudsz nevetni a többi magyarról, vagy ha visszakérdez a pincért, tudsz válaszolni, vagy tudsz filmet nézni magyarul a feleségeddel. Legyen előtted egy nagyon részletes cél, egy ilyen szép kép, hogy miért tanulsz. Vizualizáld, képzeld el, hogy milyen érzés lesz, ha eléred, és amikor nincs kedved tanulni, gondolj erre a képre. Gondolj arra, hogy ez a mai napi gyakorlás is kell ahhoz, hogy eljussak ide. De nem azért sikeres nyelvtanuló valaki, mert ő olyan szerencsés, hogy nagyon jó nyelvérzéke van, tehetséges, vagy neki minden nap volt kedve tanulni. Azért sikeres valaki, mert akkor is tanult, amikor nem volt kedve. A harmadik fájdalmas igazság az, hogy nem lehet előre önbizalmat építeni. Az önbizalom úgy nő, hogy olyan dolgokat csinálsz, amiktől félsz. Minél többször csinálod meg, annál nagyobb lesz az önbizalmad. El kell kezdeni beszélni úgy, hogy közben félsz, izzadt, fáj, aztán majd idővel, gyakorlással elmúlik. Fordítva nem működik. Minél több bizonyíték kell az agyadnak, hogy meg tudod csinálni probléma nélkül. Ezt csak gyakorlással lehet elérni. El kell fogadni, hogy néha bénák leszünk, és nem leszünk tökéletesek, és így jön az önbizalom. Nincs semmi stratégia, hogy lehet előre felépíteni az önbizalmat, és utána beszélni, ha már van. Minél több helyzetet oldasz meg magyarul, minél többször van sikerélményed, annál több önbizalmad lesz. Szerintem azzal tudsz segíteni magadnak, ha az elején, amikor még nagyon nincs önbizalmad, akkor könnyű kihívásokat adsz magadnak. Én például nemrég azt találtam ki, hogy az lesz a kihívás, hogy valami kis small talkot kell kezdeményeznem a mexikói kisboltban a kasszás nénivel. Amikor mentem burritót venni, akkor egész úton a kocsiban azt gyakoroltam, hogy azt az egy mondatot, hogy mondjam el a néninek, hogy a férjem szerint itt van a legjobb burrito, nagyon szereti. Ennyi. Egy mondat. Nagyon vert a szívem, nagyon féltem, nagyon izzadtam, és kétszer nem sikerült. Bementem a boltba, angolul rendeltem, és kijöttem. És harmadszorra sikerült, és nagyon boldog voltam, és utána már improvizáltam is legközelebb, és kicsit beszéltem a nénivel spanyolul. Ez a realitás. Nem mindig sikerül, de nem szabad feladni. És nem kell, hogy elérhetetlen legyen a cél. Elérhető cél kell. A kettes szinten elég pár mondat anyanyelviekkel. Teljesen normális, hogy nem tudsz részt venni egy beszélgetésben. Maratont sem tudsz futni 3 hónap futás után. A negyedik fájdalmas igazság az, hogy zavar, hogy nem érzed a fejlődést, de semmilyen módszerrel nem követed a saját fejlődésedet. Ha sehogy nem követed, akkor persze, hogy nem látod. Főleg a kettes vagy V1-es szinten szokták így érezni magukat az emberek, és akkor mondom nekik, hogy 2 éve jöttél hozzám, és az ABC-vel kezdtük, és most arról beszélgetünk, hogy milyen napod volt. Nézd vissza. Nézd meg, mennyit fejlődtél. Rengeteget. Én azt szoktam javasolni a tanulóknak, hogy egy sima Excel táblázatba írják fel a dátumot, hogy hány percet tanultak aznap, és lehet egy pár mondatot írni arról, hogy mit csináltak, és milyen érzés volt. Ha vezetsz egy ilyen táblázatot, akkor például az is kiderül, hogy mennyit tanulsz. Mert sokszor ott van bennünk a rossz érzés, hogy jaj, nem fejlődök, de igazából nem is tanulunk. És nem lehet elvárni, hogy fejlődj, ha nem tanulsz. És ha azt érzed, hogy egy helyben állsz, akkor meg lehet nézni a táblázatot,
és le lehet vonni következtetéseket. Látni fogod, hogy mennyit tanulsz egy héten, látni fogod, hogy mit írtál, hogy érezted magad, lehet, hogy kiderül, hogy mindig nagyon nehéz dolgokat hallgatsz vagy olvasol, ami sokkal nehezebb a szintednél, lehet, hogy unalmas a téma, lehet, hogy nem releváns, úgyhogy én azt javaslom, hogy legyen egy ilyen táblázatod. Ezt kb. 2 perc kitölteni, nem kell hozzá sok idő. Dátum, hány percet tanultál, mit csináltál, és milyen érzés volt. Minden hónapban vagy 3 havonta lehet következtetéseket levonni, hogy mi volt jó, mi nem volt jó, mi működött, mit akarsz folytatni, és mit nem. És az utolsó fájdalmas igazság az, hogy nincs egy tökéletes módszer. Az a tökéletes módszer, ami neked működik. Jó meghallgatni mások ötleteit, mert kell valami, amit ki tudsz próbálni, de neked kell kipróbálni, neked kell kitapasztalni, neked kell megnézni, hogy mi válik be. Ezt senki nem tudja neked megmondani, ugyanúgy, ahogy azt sem tudja neked megmondani senki, hogy te milyen ételeket szeretsz enni. Te tudod, hogy neked mi ízlik, senki más. Te érzed, és te tudod, hogy az agyad hogy működik, senki más. Nyugodtan bízzál magadban. Nem kell tanár, aki megmondja neked, hogy mit tanulj. Már nem az iskolában vagyunk, úgyhogy neked kell tudni megmondani. Tanuld azt, amire szükséged van. Nem kell azt tanulni, amit a tankönyv mond, vagy amit a nyelviskolában mondanak. Neked mire kell a nyelv? Ha a szomszédoddal akarsz beszélgetni a növényeidről, más szókincs lesz neked érdekes, mint egy mérnöknek, aki a kollégáival akar beszélgetni. Az én kedvenc módszerem, ami engem kikapcsol, és amit én élvezek, az az, hogy keresek egy podcastot spanyolul, aminek érdekes a témája, amiről szívesen beszélgetek, vagy releváns szókincs számomra. Meghallgatom, elolvasom a leíratot, kiírok néhány új szót, ezekkel a szavakkal írok egy rövid szöveget, és utána beszélgetek a témáról a nyelvcsere partneremmel. Néha új nyelvtani formákat keresek a podcast leíratban, és azt gyakorolom. Ha ez neked is jól hangzik, és kipróbálnád, akkor a leírásban megtaláld a linket a Patreon oldalamhoz, ahol sok szintek szerinti rövid szöveget találsz audióval. Én azt vettem észre, hogy nekem az a legfontosabb, hogy számomra érdekes legyen a téma, és akkor már vezet a kíváncsiság, mindent megteszek azért, hogy értsem, amit mondanak, vagy ami oda van írva, és mindent megteszek azért, hogy el tudjam mondani róla a véleményemet. Én tudom, hogy nekem ez működik, mert rengeteg mindent kipróbáltam, és tudom, hogy ez tetszik a legjobban. Lehet, hogy később majd találok mást, ami jobban tetszik, de most így szeretek gyakorolni. Úgyhogy ne foglalkozz senkivel, hallgass magadra, próbálj ki sok mindent, és döntsd el, hogy neked mi tetszik. A plusz egy pedig nagyon rövid lesz, erről már sokat beszéltem mostanában, de egy mondatban szerettem volna itt is elmondani, hogy a plusz egy fájdalmas igazság az, hogy van időd, csak a telefonod görgetésére használod, nem tanulásra. Írjátok meg a kommentekben, hogy mit gondoltok ezekről, mert ez az igazi gyakorlás, ez a pozitívan fájdalmas rész, ami előre visz, amikor megpróbálod használni a nyelvet a saját szinteden. Azt is gyakorolni kell, hogy egyszerűen fogalmazz, és ki tud fejezni magad a meglévő tudásoddal. Na, ennyit mára. Köszi, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen a sok támogatást Rafaelnek. Nem sokára találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!